VR szemüveg is várta a résztvevőket a kamara rendezvényén. A digitalizációnak azonban nem csak virtuálisan, hanem a valóságban is számtalan előnye van. Csökkenő költségek, növekvő profit és versenyelőny. A szektor informatizálásának növelésére, az e-gazdaság előmozdítására jött létre a Modern Vállalkozások programja, melynek keretében a KKV-k képviselőinek nyújtanak ingyenes szakértői segítséget cégük fejlesztéséhez. A szabolcs-szatmár-beregi vállalkozásoknak a megyei iparkamarában tartottak ma előadássorozatot. Itt többek között az is elhangzott, minden szektort érint a mesterséges intelligencia fejlődése. Azt mindenképpen aláhúznám, kiemelném, hogy az adatalapú gazdaságra való áttérés az nagyon érződik, tehát egy cég esetében, ha van saját adata, akkor az nagyon-nagyon hasznos, ha nincs saját adata, akkor is megnézhet hasonló jellegű cégek adatai, publikusan hozzáférhető adatokat. Egy idő után reményeink szerint ugye már nemzeti adatvagyon hozzáférés is jobban biztosítva lesz, tehát nemes egyszerűséggel egy tervezési esetben inkább az adatokra támaszkodhat, hogy hol nyisson egy új boltot. Most nagyon egyszerű dolgot, milyen terméket vásároljon, mennyit vásároljon be, hol adja el, ki legyen a célközönség, dátumok, hogy igazodjon. Tehát mindenképpen hasznosnak tűnik, hogyha az adatelemzést ilyen értelme bevezeti a napi rutinba a cég. A program keretében közérthető informatikai ismereteket kapnak a cégek. Emellett szakértői segítséggel, pályázati tanácsadással, szakmai rendezvényekkel is várják a KKV-k képviselőit. A programban résztvevők minősítést is kaphatnak. Igen, mi ezt 2020-ban csináltuk meg, a Ipar 4.0-át. Akkor ez is minősítést kaptunk. Többnyire ez inkább egy ilyen vállalatirányítási rendszerhez tudnám hasonlítani, amely sokban segítette vállalkozásunkat, a céget ahhoz, hogy hatékonyabban tudjunk működni, és most szeretnénk az aranyminősítést is megcsinálni. Volt olyan résztvevő, aki nem a vállalkozói szektorból, hanem közintézményből érkezett. Nemrégiben volt egy rendezvényünk, amely során készítettünk egy mobil applikációt a múzeumnak, és szeretnénk fejleszteni ezeket a készségeinket. Szakemberek szerint a járványhelyzet is hozzájárult ahhoz, hogy a cégek jobban érdeklődnek a digitalizáció iránt. A Modern Vállalkozások programjában jelenleg 21 ezer cég vesz részt országszerte. A kezdeményezéssel eddig közel 60 milliárd forint értékű infokommunikációs támogatáshoz segítették a KKV-kat.